Üdvözlök mindenkit, Nákrokrim vagyok, és jöjjön, néz a bemutató, inkább pontosabban jönnek is, néz a beszélgetés, mert rettenetesen érdekes karakterrel találkozunk itt, több szempontból is, egy szempontból a játékból, amire rátérek majd, másik szempontból pedig rohadtul érdekes hagyomány története van a kínai mitológiában, és emiatt azt hiszem ez a Warframe sokkal érdekesebb, mint a játék maga, szóval a, a storia. Nézá igazából nem lány, hanem férfi, de valami olyasmi kéne legyen, hogy nézsá, vagy nem tudom, mivel, hogy valahogy így kéne helyzteni, talán kínai jó fene se tudja. A lényeg, ami lényeg, hogy ez a nézá azért érdekes, mert... A kínai hagyományokban, mitológiában néz a, a védelem istene, gyakorlatilag, és későbbiekben elnevezték őt a harmadik lótusz hercegnek. Na, de ennek a lótusz hercegnek köze nincs a játékban található lótusnak, szóval a kínai hagyományban lett elnevezve a harmadik. Lótusz hercegnek, és ez azután nevezték el így a kínai hagyományban, ami után minden feltétel megteremtődött ahhoz, hogy ő Isten lehessen, és miután ő Isten lett, a harmadik Lótusz hercegnek lett elnevezve, aki egyben a védelem istene is, és nem mellesleg hozzájárultak ahhoz, hogy még így a szerencse játéknak az istene is legyen, ez így későbbiekben hozzájött, de egy nagyon érdekes karakter, egy tábornoknak a fiaként született a Shang dinasztia alatt, már ezt is kiderítettem róla, és érdekessége még az, hogy három év és hat hónapig volt az édesanyja méhében, ami előtt, miután még hajlandó volt megszületni, és miután megszületett, sok-sok bajt hozott igazából a családjának a fejére, többek között, mert, hogy megölte a, ha jól tudom, hogy jó, a, jó, sárkány királynak a fiát megölte, és ezzel nagy bajt hozott a családjára, és emiatt, hogy ezt, ezzel nagy bajt hozott a családjába, elhagyta a születési helyét és a családját, és feláldozta magát, tulajdonképpen öngyilkos lett, azért, hogy megmentse a, családját, és hogy a sárkány királynak a, a fiának a hiányát pótolja, és ezzel gyakorlatilag egy mártirá vált a kínai mitológiában, és teremtette meg a feltételeket, hogy ő Isten legyen, de már ugye egy különlegesség volt abban a szempontból is, hogy nagyon erős harcos volt. É, amúgy, ez szerintem ez, ez a kínai a mitológia egyébként valami, ami elképesztő tud lenni. Nagyon szeretem az ilyen távol filmeket, a kínaitól a japánig, és szinte mindenkit megnézem, nem számít, milyen B-kategóriás film közé tartozik. Egyszerűen tetszik a, az a hiedelemvilág és ez a környezet, amit megcsinálnak. Ajánlok is nektek egy filmet, Memories of the Sword. Nagyon komoly, de illetve nagyon szép látványos képi világa van, azt az kell, hogy mondjam, a sztori nem biztos, hogy mindenkit meg fog fogni, de nagyon uh, uh, jó történet is. A Memories of the Sword, nem tudom, hogy magyarul megjelente, vagy hogy, uh, de az a kardok emléke, vagy valami ilyesmi, töltsétek le, nézzétek meg. Szóval nézz erre rátérve, nézz amúgy uh, feltűnik a Journey to the West, amiben ugye a Wukong, a maga a főszereplő a majom király, ott feltűnik ő is, és ők harcolnak is, ez filmben, ez már nem mitológia, ott, ott feltűnik, és ők együtt harcolnak is, és hát később barátok lesznek. Gyakorlatilag úgy, hogy így állunk, néz a, néz a rövid története, ez, ez szerintem tökéletes, érdemes róla beszélni egy kicsit, úgyhogy Hol lehet megszerezni a nézát? Na most, sok sikert hozzá! És őszintén szóval szák meg, hogy ezt csinálták a Digital x mert nézát megszerezni a Sortikból lehet, hogy aki nem tudja, milyen a Sortik, kérem nézzen utána! Szortikból lehet megszerezni, sok sikert a kifarmolásával. Én úgy döntöttem, hogy ki azok érte 200 akárhány platot, hogy most megérje, vagy nem érje meg az a 200 akárhány plat. Hát nekem, aki egy illitő mániás, uh, meg terén, nekem megérte. De viszont őszinte leszek veletek, néza, egy-két sebből még úgy vérzik, de nagyon nagy potencia van benne. De hogyha netán eljutnak odáig, ugye a nagyobb Warframe-esek nyomása, meg a közösség nyomására, hogy egy-két apró változtatást csinálnak itt és ott, a néz a jó Warframe lesz, és kezdjünk is el akkor beszélgetni a jó vorfém. Hát most se egy rossz Warframe. Nézáról azt kell elsősorban felfognod épp adja, hogy nem egy olyan Warframe, amit megszoktál. Nem az a Warframe, amivel bemész 600 ellenfél közé, és így nyomsz és meghalnak. Nem az a Warframe, aki tankkal bemész, hagyod, hogy lőjenek téged, és túlélsz mindent. Nem tud se láthatatlan lenni, és se nem túl erős. Gyorsan elesik, és a képességei összességével sem olyan erősek, például, mint az új szarinnak az összes képessége együttvéve. Ezért a néza teljes mértékben kizökkent, a warframe által megszokott játékstílusból. Úgyhogy csak akkor öm, indulj rá, nézz rá rajta, most úgy nagy néz a pro leszel, hogy csak fel vagy részülve arra, hogy ne találjanak el golyóval. És ezt most komolyan mondom. Tehát néz a val játszani, nem a megszokott módon kell. Na, kezdjünk is akkor a képességeit. Nézz a első képessége, ez a Firewalker. Um, érdekes egy képesség, amit láthatjátok. Itt bekapcsolom, és ugye egy tűzcsíkot hagy maga után, tudom kék, de egy tűzsíkot hagy maga után, ami felgyújtja az ellenfeleket. A jó kis crowd control, és itt uh, eléggé... Tehát azt hiszem, hogy 40-esek az ellenfelek, amiket beállítottam, itt a szimulakrumba. Szóval, mint láthatjátok a 40-es gyengébb ellenfeleket azért elintézi. A legnagyobb probléma ezzel a képességgel, hogy be kell menni az ellenfelek közé ahhoz, hogy igazán hatást érj el, vagy menekülsz vele, és akkor hagyod magad után ezt a nyomot. De őszintén szerintem ennek a képességnek állandó jelleggel be kéne legyen kapcsolva, hogy igazán valahol hatékony legyen. Ez a, ez a, frame. Ugye egy jó, mondhatni, hogy jó, jó tömegszabályzó képesség, tehát mondjuk a többi warframe képes sehol sincs, de egy jó tömegszabályzó képesség, és itt most be is állítok valami nagyobb ilyen, jobb ilyen szituációs uh, gyakorlatot, hogy lássátok, hogy valójában semmi védelem nélkül egyes képességgel bekapcsolva hogyan fog szuperálni uh, a nézad, de és, és azt kell mondjam, hogy lehet mit kezdeni ezzel az egyes képességgel, és kihasználva az, hogy a néza azért egy nagyon-nagyon gyors frame, azt kell mondjam, és gyorsan lehet vele mozogni, ez viszont nagyon előny warframe abban abból a szempontból, hogy nem találnak el. És gyakorlatilag folyamatos, állandó mozgásban kell legyél nézával, ha egy pillanatra megállsz, Hiába van egy kicsit több életed, vagy valami, le, le fognak lőni. Szóval, ez abban az esetben, ha csak ilyen egyes képességgel használod, mert persze kombinálva képességet minden Warframe egy kicsit tovább tud életben maradni. Ez a képesség nem tudom eldönteni, hasznos, nem hasznos. Szerintem jó, ha be van kapcsolva, de ne számíts rá, mint képességre, hogy bármit elintéznek. Az igazság az, hogy hogy valamit elérjél vele, folyamatosan be kell kapcsolni, és a többi képességednek, képességeddel együttműködve kell működtes. De ez csak egy ilyen showcase, mondhatni így, hogy hogyan működik ez az egyes képesség. Szóval, mint látjátok, több ellenfél között nagyon nem tudsz megmaradni, mert, mert vagy kisétál a tízből, vagy bírja a sebzés, vagy valami, és ezért folyamatos mozgásban kell lenned vele. Nézd, a második képessége, azt kell mondjam, az képessége, ami életben kellene őt tartja, de valahogy mégsem tartja, de mégis tartja. Ez attól függ, hogy te mennyire vagy összeszedett a játék közben, és nem esel pánikba, ha 600-an vesznek körbe. A lényeg ennek a képességnek, hogy van a második képessége, ami egy karika. Ha eldobod ezt a karikát neki vagy az ellenfélnek, megjelöli ezt az ellenfelet, azon kívül felgyújtja és égeti, és hogyha lelövöd ezt az ellenfelet továbbá, egy 10 méteres rádiuszban vagy, amit stretch lehet erősíteni, ha egy 10-11 méteres rádiuszban vagy, akkor fel fogja tölteni az életedet is, amit megölöd azt az ellenfelet. Szóval itt levettem az életemből, ha figyelitek, te játszadozom, hopp, és megütöm a kettes képességgel, voilà, széfini, és már az életemen töltött valamennyit. Nem túl tölt sokat, de tölt. A lényeg, ami lényeg, hogy ez a karikával teleportálni is tudsz, és a néza, hogy kicsit mondhatni ebből szempontból, mint a, a, a Loki-nak a rajtad áll, hogy hogyan, mennyien gyorsan működik az agyad azon a bizonyos csatatéren, hogy kihasználd ezt a képességét menekülésre legfőképpen, de e, harcra is, hogy hogyan tudj betörni az ellenfél közé semleges is. A nézával gyorsan ölni nem fogsz tudni, de effektív gyilkológép tudsz lenni a sebessége és a képesség kombináció miatt. Itt egy ilyen kis szituációs gyakorlat több ellenféle gyakorlatilag. igyekszem nem használni semmiféle, ugye a hármas képességet, aminek neki a védelmi képessége és megpróbálni túlélni úgy vele. Néz a harmadik képessége, kéne legyen az, ami segít neki túlélni. A gondjai a képességeknek és a nézának pont itt kezdődnek, annál a képességnél, ami segítene neki túlélni. De gyorsan foglaljuk össze a képességet. Ez a képesség elnyeli a sebzést azért, hogy néz a életben maradhasson, és amint láthatjátok, ha valaki közel jön, gyakorlatilag így visszalöki őket, és némi sebzést is ad nekik. Úgyhogy összességében jó képesség lenne. Ezt a képességet az armor modok erősítik, mint a Steel Fiber, Steel Fiber Armor Agility, és a netán van egy Cyan Danád, Guardianod, akkor Arcane Guardianod van, egy el a Wave vagy Helmetbe, akkor gyakorlatilag plusz armort nyersz, ezáltal plusz erősítés fogsz. Gondolom, ez csak egy sejtés, de remélhetőleg további erősítés fogsz tenni erre a gömre. Uh, erre a karikára, erre a védelmi karikára. A probléma vele ott van viszont, hogy a nullifier a legnagyobb ellenség. Itt ki is választok egyet, csak a poén kedvé. Alárakunk bombardot, heavy gunnert, anyám kinyát, mert tényleg, amikor jártunk, egy ilyen szituációba keveredtünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy az volt a legnagyobb gond nálam. Amint bejött egy nullifier, és a nullifier alatt megtalálható volt egy bombard, egy heavy gunner, a játéknak azonnal vége volt. A bombardok gyorsan tüzelnek, a heavy gunnerek gyorsan tüzelnek, lerohannak a bucserek, mindenféle cucc történik, és a nullifier gömbje, alá nem, tud, nem, tudsz mit kezdeni, a például a tonkor sem robbantja fel a gömböt, nem tudsz mit, mit nagyon csinálni. Az egyetlen esélyed a nullifiernél gyorsan bemenni, szétlőni a gömbje alatt, kimenekülni, amit gyakorlatilag valami olyasmit, amit itt csináltam, így hirtelen, és akkor esetleg működni fog. A harmadik képességgel a probléma, hogy nagyon lassan kapcsolja be. A, itt azt hiszitek, hogy gyors, de benne van a Natural Talent nevű mód a buildbe, és azért tűnik ilyen gyorsnak. És amit látjátok a másik, sztánolja a bombardot, de a bombardnak akkor is lesz ide egy golyót kilőni. És amikor kettő, egyet lehet, hogy sztánolsz, de a kettő másik hátba lő, akkor viszont nem leszel boldog vele. És amint látjátok, gyorsan lelövik, és benne van a Steel fiber és Armored Agility is. Úgyhogy a hármas képesség jó is, meg nem is, megvéd, annyi időre, hogy elmenekülj, de ilyetetlenül lassú a bekapcsolási ideje, és az alatt nagyon is sebezhető vagy. Amikor bekapcsolod viszont, ad egy 3 másodperces sebezhetetlenséget. De miért nem akkor adja sebezhetetlenséget, miközben kapcsolod? Nem akkor, amikor már, már be van kapcsolva. Szóval itt lenne, ahol kéne javítani ezen a hármas képességen. Amúgy kibír egy pár párdalést, azt kell, hogy mondjam. Nézd a negyedik képessége, el lehet róla mondani, hogy látványos. Látványos mindenképp azt kell mondjam, nehéz róla beszélni. Amit itt láthatok a képen, 40-es bucserek. Szóval nem ez az az ulti, ami egy ultival intézi el az ellenfeleket. Szóval nem ez a warframe, ami egy ultival elintézi a 40-es körüli ellenfeleket. Ezt az ultit inkább érdemes a főleg crowd Control-nak használni. És akkor ugye gondolná az ember, ah, crowd control, akkor lehet, hogy érdemes adni neki egy over et és stretchet nem, mert akkor olyan nagy területet fed le, hogy nem lesz időd odaérni, hogy megöld az ellenfeleket, mert ennek az ultinak van egy erő, uh, bocsánat, egy idő alapja is, és még erő alapja is, szóval elgondolkodhatsz, hogy azt neki területet, időt, kevés erőt, nem tudod, hogy mit csináljál vele, hogy igazán. Én úgy döntöttem, hogy egy 90%-os időn tartom, egy sima stretchesen, mint egy személyes vétkörnek, mert úgy sincs időm odaérni mindenkihez, hogy leöljem. Tehát egy személyes ilyen uh, testőségnek használom az ultit, hogy elmeneküljek, vagy hogy éppen elintézzem az, az ellenfeleket. Függ, hogy milyen fegyver van nálam. És íme, sokszor teszitek fel a kérdést, hogy adott volt, hogy ez ilyen fegyvert ajánlok. Sokszor mondom azt, hogy amit szeretsz. Uh, vagy amit jónak találsz. Na most nézze esetében ez úgy eltöntheted, hogy milyen játékstílus képviselt, olyan fegyvert kell vigyél mert ha tankosabb vagy, és egy kicsit támadóbb, akkor nagyon erős fegyvert kell vigyél, nem úgy, mint én itt most egy Bor prime ahol egyesével kénytelen vagyok lelőni azokat a bombardokat, hogy elintézzem. Szóval például, hogy Bor prime válom 40 perc körül járok egy akármilyen Void survival most már inkább menekülősre használom az ultit, és egyesével megpróbálom menekülés közben leszedni őket. Szóval egy kicsit, macer ezzel a nézával. Na de viszont látni fogtok egy jelenetet, ahol a tonkor lesz nálam, ahol ugye ott, voltak, ott lesz 10 bomba, piff, felszúrom őket egy tonkor közéjük goodbye, el van intézve. És ez, ez meg tudja határozni, hogy milyen játékstílus stílus képvisel a nézával, támadóbbat vagy kevésbé támadóbbat. De azt kell mondjam, nem, né, néz a nem az a támadó, néz az a taktikus, kivár, lelő felszúr, kivár, kivár, felszúr, lelő, bekapcs, hármas folyamatosan bekapcsolva, vagy a, a kivár, felszúr, elmenekül, miközben tűznyomot hagy maga után. Szóval kombinálni kell a nézával, mert, mert ha nem, nem fogsz tudni életben maradni. És amikor ott voltunk a Voidban, kétféle, kétféle billet vittünk. Én vittem egy életes billet, amire több élete volt, de nem volt armorja. OD barátom vitt egy armoros nézát, és az övé bírta jobban, ezért döntöttem én is úgy, hogy inkább armor is kitaláltunk, és kitaláltunk, és egy ilyen bildet rá a amit hamarosan látni fogtok. De azt mondom, hogy néza megvédeni magát tudja jobban, mint támadni. Azt kell, hogy mondjam. Nos, a modulásánál tekintve akkor úgy döntöttünk, hogy inkább érdemes Nézának adni egy kis páncélzatot, hogy jobban bírja azt azokat a bizonyos lövéseket. A másik pedig, hogy van, van az ugye ez a időeltolódás, mikor bekapcsolja a képességet és kikapcsolja a képességet. Itt most a szimulakrumban azért nagyon szép jeleneteket láthatatok, megrendezett ugye című jeleneteket, de ez amikor ott voltak egy tényét szervevel, mint ahogy mi is voltunk, ez nem olyan egyszerű. Nagyon sokat kellett bujkálni vele, nagyon sokat kellett taktikázni vele, és mindene az energia, gondolom ezért is csináltak neki ilyen sokat. És emiatt bildeltük így ahogy buildeltük, vagyis én bildeltem szegényként. Szóval úgy döntöttünk, hogy adok neki egy kicsit kevesebb durationt, mert az a kevés duration, amíg megcsinálom azt a Crowd Control képességet, azzal tulajdonképpen az az idő elég arra, hogy leszedjem őket. Hogyha egy tonkorról van szó, vagy egy szanti Tigrisről, az az idő elég, hogy leszedjem őket. De amint látjátok ott az előző jelenetben, hogyha borral lennék például 40-es szint fölött, áj, aj, aj, nem ez a borsim, amit vinni kell 40-es szint fölé, hogy őszinte legyek. Na most, itt eldöntetitek, hogy raktok bele még egy formát is, a sima flow helyett, prime flow-t raktok bele, szerintem megéri, mert minden az energia, akkor folyamatosan bekapcsolt egyessel lehetne mászkálni, folyamatosan bekapcsolt hármassal, stb. stb. és lehetne spemelni a négyest úgy, hogy kell, mert, mert kell neki. Hogyha túl akarunk kérni 40 perc fölött egy kicsit is tovább, mint 10 perc. Na, Slow Steel Fiber, hogy erősítsük a hármas Stretch uh, és Armored Agility, azért csak és lehetne ezt overextended stretches kombóval csinálni, csak lehet, nincs értelme, olyan hatalmas területen feded le, fed le, hogy, hogy, nem fogsz tudni odaérni is az ellenfelekhez, és feltartani úgyse fogod tudni azt a bizonyos hadsereget, úgyhogy inkább csak egy ilyen személyes védelemmel, csak a stretchre, és az is 27 méter a Warframe világában iszonyat sok. Szóval Armored Agility, Steel Fiber együtt, hogy um, jobban bírja a lövéseket, a hármas ugye. A vigor, mert, mert kell neki egy kis élet, szóval őszintén szóval vagy belerakok még két formát is, így belemegy egy vitality, és akkor kicsit jobban bírja a lövéseket, több mint valószínű az lesz, tehát két forma mindenképp. Natural talent kötelező, legalábbis addig a percig, amíg nem kap egy sebezhetetlenséget arra az időre, amíg el nem kapcsolja mondjuk azt a négyes vagy hármas képességet, az, az a natural talent, az kell neki egyszerűen, mert, mert az az idő alatt, amíg bekapcsolja a képességet, amit láttátok a bombárnak, hihetetlenül gyorsan tüzelnek az idő alatt, két-három rakétát is bekaphat. Private Continuity, hogy kompenzálja a Fleeting expertise és ennyi gyakorlatilag. Ezzel a build ki lehet bírni akár T4 is, de ez nem tank karakter, nem, nem ennyi neki a falnak, taktikálsz ki, lődőket, sarok mögül, és többé, és több, mert nem egy tank karakter, és nagyon kizökkent a megszokott játékmódból. Ennyi lett volna néza. Szerintem kell még rajta javítani egy picikét, de addig is nagyon jó ahhoz, hogy így kizökkentsen a megszokott Warframe világból, és ez, és ez, ez az, amit szeretek benne. Azt például azt a kis késést, amíg elkapcsolja a képességét, azt nagyon nem. Nos, köszönöm a figyelmet, sziasztok!